Ehhez mind a két kezemre szükség van, hiába próbálok így most szórakozni. Mindkét kéz kell hozzá. Mert próbáltam egy kis belső képet rögzíteni, mert ugye mindig el vagyunk maradva ezekkel a dolgokkal, és össze kéne rakni már a kis kamerát is, mert akkor a fejkamerával izgalmasabb ezt végignézni. Mónika is megérkezett közben. Oszlopot se kéne kilakni. Mit lehet látni. Itt van nekem kis magyaróbokor. Ott is van a guminál egy magyaróbokor. Nem kéne őket eltaposgatni. Itt meg már túlhúzom a cuccot. Remélem a dumálás közben nem taposok el semmit. Visszafele. Csak majd elgerebérgetem. Jó lesz így most már, nem? Jó, akkor oda félreállok. És akkor ez a kis videó az ennyi lesz. Csak ilyenkor még egy kéz jól jönne. Jó, nincs benne már semmi. Mónika integet, valamit az előtt, nem tudom mit akar, mert az éppen nagyon hallja az ember. Nem olyan hangos ez a gép, de azért mégis. Tehát itt azért meg kell tanulni kiabálni. Na, és akkor gépház állj! Megmutatom kívülről, ezért nem menjen az üzemanyag. Na ilyen lett, azt majd elhúzom, ez nem. Ugye, kis van egy picike kis homorulat. Aha, hát abban nem nagyon tudtam belehúzni. Majd innen ezekből belekotrunk, mert hát mindig megsüllyed, és azzal, ahhoz még gyakorolni kell. Na, mindegy, nagyjából ezeket a buckákat, meg ezeket azért elhúztuk. Igazából ami volt egy pár ilyen szemét, az a nyári füvekből, amiket gerebézgettünk, meg kaszáltunk azokból, hogy szedegetjük össze, ami állatoknál betaposódott, meg ki lett hordva ide trágyába. Az megy a szemébe, mint ami a Mónika kezébe is látszik. Úgy kerülnek ide gyors kötegelő, meg minden, hogy árokparti kaszálások, meg mezőkről, meg innen-onnan. Nem olyan szépen, most kiszedegetjük, aztán ez majd szépen be fog füvesedni. Igen, holnapra esőt mond, úgyhogy utána biztos, hogy azért próbálunk most tereprendezéssel foglalkozni, mert utána már minden kizöldül. Na jó, ennyit akartam, úgyhogy megy a masina. Jó lesz. Lehet, hogy a kerítés miatt talán egy picikét arrébb kell állnod a traktorra? Milyen kerítés miatt? A kerítés oszlopot. Ja nem, ezt el akarok innen menni most már. Ja. Majd át a másik oldalra, és akkor ez már ennyi. Uh-huh. A géppel, hogyha esik az eső itt a sarat, már ne dagasszam vele. Uh-huh. Mégis valahogy úgy kéne maradnod, hogy ha bár mondjuk most tegnap bebizonyítottuk, hát hogy ki tudtok tolni ki a francba a kompresszort, a nagyot. Ja, itt is egy csicsóka darabka szegény széthullott. Valahol majd erőltetjük, jó lesz ez még. Na jó. Na, akkor elbúcsúzok, sziasztok!